Összhangban a magyarországi és az Európai Uniós stratégiával Zalaegerszeg város vezetésének is célja a megfelelő települési vízellátás, a biztonságos szennyvízelvezetés, valamint az ivóvízminőségjavítás. A Vizslaparknál mintegy 140 folyóméter hosszan cserélték ki a gerincvezetéket. A jelenlegi helyszín a Vizsla Park területét érinti a Kisfaludi úttól egészen a Vizsla sétányig terjedő területen a szennyvízvezetéket, illetve az ivóvízvezetéket, ami közel 55-57 éves vezetékek. Ezeknek a cseréjét hajtjuk most végre a program keretében, illetve 6 ingatlannak a bekötéseit is cseréljük, hiszen az a célunk, hogy az elkövetkező időszakban a modern technológiát felhasználva biztonságos szennyvízelvezetést, illetve egészséges ivóvizet tudjunk biztosítani mindenki számára. A 20 cm átmérőjű betoncsöves csatorna lejtése jelenleg nem megfelelő. Az elmúlt időszakban ez több problémát is okozott. A rendszer előregedett, tehát itt ugye ivóvíz és szennyvíz rekonstrukció is zajlik jelenleg. Abból kiindulva, hogy a rendszer több mint 50 éves, a ivóvíz oldalon a szolgáltatóval egyeztetve nagyon sok a csőtörés, illetve szennyvíz oldalon maga a gerincvezeték is a talajmozgások miatt elmozdult, korrodált, kontrások, szennyvíz oldalon nagyon sok a dugulás, tehát a szolgáltatónak mind ivóvíz, mind szennyvíz oldalon nagyon sokat kell ide kijönnie hiba elhárításért. A kivitelezést az Észak-Zalai Víz és Csatorna Műzé végzi. Az érintett szakaszon a munkálatok várhatóan szeptember közepéig tartanak.